Az elmúlt hétvégén szombaton Balatonlelle adott otthont az első Groupama Nemzeti Kupának. A vitorlás versenyen összesen 26 hajó sorakozott fel a rajthoz. A megmérettetés érdekessége pedig az volt, hogy minden induló hajó egy-egy települést képviselt, így természetesen Székesfehérvár sem maradt képviselet nélkül, két különböző kategóriában is indult fehérvári csapat. Jasztik 3-ban a főszervező Halenár István és a 85-ös Vidi csapatának játékosai a középmezőnyben értek célba a Szélvész nevű vitorlással. Egy nagy szeles, kemény verseny volt. A csapatunk az azt gondolom jól szerepelt a legénység képzettségét tekintve. Ez a hajó egyébként nem a nagyszeles versenyekre van elsősorban specializálva. Itt a kisebb vagy közepes szelekben mi jobban tudunk menni, vagy jobban tudunk szerepelni. Ahhoz képest azért egy középmezőnyt sikerült elcsípnünk. Még ennél is sikeresebben szerepelt a Jasztik 2-ben rajthoz álló Palkovics Krisztián és Ice Hockey nevű hajója. A fehérvári jégkorongos megnyerte ezt a kategóriát. Osztályban elsők lettünk, úgyhogy várható volt, mert a nagy cél az kedvező a mi hajónknak, és elég nagy cél volt kint, 15-20 csomós, úgyhogy szerencsére tényleg tudtunk egy jót menni, úgyhogy valószínű, hogy most várjuk a végét, de úgy néz ki, hogy jól szerepeltünk. Az első Groupama Nemzeti Kupa kísérő rendezvényei is nagy sikert arattak Balatonlellén, ahol minden a vitorlázás körül forgott. A sportos napról láthatnak majd egy részletesebb összefoglalót is, június 25-én szombaton 17 órától itt a Fehérvár televízióban.